Itt a szekszárdi Kiskorzó térnél az egykori fűtőműkémény helyén építetne 200 férőhelyes, 5-6 emeletes parkolóházat a Zöld Város program részeként az Éjjel Szekszárd frakció. Erről a város polgármestere beszélt sajtótájékoztatón, miután egyeztetett a többségbe került frakció tagjaival. Ács Rezső szerint a parkolóházzal kapcsolatban viszont több kérdés is felmerül. A 160-asban lakók számára majdnem az épület felégérne a parkolóház. Én nem tudom, hogy a lakókat megkérdezték-e, mert ez egy kedvenc téma, hogy meg kell minden megkérdezni a lakókat, és egyet értek vele egyébként. Megkérdezték azzal kapcsolatban, hogy ők támogatják egy ilyen parkolóháznak a kiépítését, kíváncsi lennék erre a véleményre. De nem ez az egyetlen gond a parkolóház építésével Ács Rezső szerint. Korábban az előző városvezetés szintén tervezett parkolóházat építeni a Zöld Város projekt részeként. A költségek viszont túl magasnak tűntek, ezért letettek a tervről. Cserébe viszont a rendelkezésre álló 1,2 milliárd forintból zöld felületeket és parkolókat alakítanának ki a Liszt Ferenc, a Szent István és a Luther tereken, valamint fejlesztenék a Prometheus parkot és játszótéri eszközöket szereznének be. Ács Rezső szerint a parkolóház mellett az Éjjel-Szekszárd frakció sörkertet is kialakítana a Babits Mihály Kulturális Központ melletti játszótér helyén. A polgármester azt mondja, az elmúlt években 3 lakossági fórumot is tartottak, ahol a projekt részleteivel kapcsolatban kérték ki a szekszárdiak véleményét. A tervek ezért mostanra letisztultak, de ha most újra kell mindent tervezni, akkor ugyanaz a helyzet állhat elő, mint a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő esetében, vagyis hogy a város elbukhatja a pályázati pénzt. Most már lassan túl kéne ezzel lépni, mert az uniós forrásokat 22 végig fel kell használni. És maga a Zöldváros program is uniós forrásokból, részben uniós forrásokból valósulna meg. Hogyha még ott tartunk, hogy ötleteket fogalmazunk meg, akkor biztos vagyok benne, hogy 22-ben nem fogjuk tudni elszámolni ezt a projektet, és a város elbukja az 1 milliárd forintját. Szerettük volna megkérdezni az Éjjel-Szekszárd frakciót is az elképzeléseikről. Bomba Gábor frakció vezetőt ezért levélben kerestük meg, ő viszont adásunkig nem válaszolt.